Attól tartok, uraim, valamit csinálnunk kell Emillel. Hibázott. De érthető. Nagyon kimerült. Csak hogy ez a hiba nagyon veszélyes volt. És nem volt az első. Emil már jó néhányszor megbotlott. Ez itt a baj. Szerencsétlen ember. Azt hiszem, uraim, rám bízhatják a dolog elintézését. Tudják, hogy a Petropolis felé vezető út nagyon tekervényes. És meredek. Van egy pár hajtűkanyar. Semmi akadályt nem látom annak, hogy hazakísérjem Emilt a saját kocsiján. Ez a legjobb megoldás. Csak óvatosnak kell lennem, ennyi az egész. Múltkor megütöttem a bokám. Az édesanyád kérdezi, hogy átjöttök-e, vagy itt kávéztok? Ó, azt hiszem, ide kérjük a kávét, Emil. Végtelenül sajnálom, uraim, ezt a szerencsétlen baklövést. A szamárság. Mindnyájunknak vannak idegei. Túl sokat dolgozol. Nem gondolod, Rossner? Pihenned kell. Az egészséged nagyon fontos nekünk. Igen, jól esik ez a figyelem. Valóban fáradt vagyok, és úgyhogy akkor talán kérlek, menj ki Alex a hölgyeknél, hogy ilyen korán eltávozom, és... Úgy gondolom, Emil, legjobb lesz, ha én is veled tartok. Azt hiszem, túlságosan fáradt vagy ahhoz, hogy egyedül vezess egész úton hazáig. Majd én vezetek. Ó, ne, nagyon hosszú az út, igazán nem kívánhatok ilyen áldozatot. Ugyan már a legnagyobb örömmel megyek. Induljunk, Emil. Jó ét, uraim. Jó ét, Alex. Zöld. Remélem, holnapra már jobban leszel, Emil. Köszönöm, és igazán sajnálom, hogy idegenek előtt végtelenül sajnálom, uraim. Köszönöm, Alex, a remek vacsorát. És kérlek, mondd meg édesanyádnak, hogy a desszert fölséges volt. Elég régen elment Huberman kisasszony. Feltétlenül szükséges, hogy állandóan Huberman kisasszonynak titulált. Szeretném, ha kisé szívélyesebb lennék hozzá. Igazán? Azt hiszem, nagyon helyesen viselkedem. Talán csak nem panaszkodott rá? Nem. Hálás vagyok. Mosolyoghatnál rá. Nem lenne kicsit sok, ha mind a ketten vigyorognánk rá, mint az idióták? Kérlek, anyám, szeretném jól érezni magam. Nagyon unalmas, hogy itt kettesben ülsz velem? Ó, de hogy egyáltalán. Hello! Ó, hello, gondoltam, hogy itt lesz, remekül. Nagy a tömeg, ugye? Igen. Hol vannak? Egy felső páholyban. Nem hiszem, hogy ide lát Alex és az anyja. Ne telefonáljon többet, majd én időnként felbukkanok. Hall engem? Igen, beszéljem. Ismeri dr. Andersent? Nem. Valami kutató. 60 éves, őszülő, barátságos. Mi iránc van a homlokán? Alacsony, magas? Alacsony. Emil Huggát ismered? Nem. Az első este nagyon ideges lett. Bizonyos fajta boros palackok miatt. Mit kifogásolt? Azt hitte, más van a palackokban. És más volt? Nem, bor volt, megittuk. És Hubka már nem ideges? Azóta nem láttam. Egyéb műse? Nincs semmi. Csak egy lényegtelen adat, de hát ha ezt is fel akarja írni. Mi az? Rávezetheti Sebastian nevét is a szeretőim listájára. Ritka gyors munka. Ezt akarta, vagy nem? Hagyjuk. Fogadott valamelyik lóra? Nem. Alex azt mondja, a tízesnél ismeri a tulajdonost. Köszönöm a tippet. Alex azt mondja, most futatják először az idét. Nem tudok kiverni a fejemből egy mondatot. Egy ártatlan kislányról. A szívében százszor szép nyílik. Ostoba alak. Most mi bánkodik? Nagyon jól tudta, hogy ezt fogom tenni. Igen? Visszatarthatott volna egyetlen szóval, de nem, oda dobott neki. Nem dobtam oda senkinek. Nem maga mondta, hogy mit tegyek? Nem a férfi mondja a nőnek, hogy mit tegyen, a nő mondja meg saját magának. Kisján megetette velem a főztjét, kisján bevettem, hogy egy nő képes levedni a pettyeit. Maga aljas. Nem akartam visszatartani.
tudni akartam, mit választ. Tehát aféle szerelmi vizsga volt. Úgy van. Tény, hogy maga nem hitt bennem, hát mit számít az egész? Nem hittem, szerencsére. Jól néznénk ki mind a ketten, ha hittem volna. Ha komolyan veszem, hogy nem képes erre a szerepre, mert megváltoztatta a szerelem. Akkor csak egy szóval is mondja, hogy szeret. Utál. Így is csak egyen szaporodott a szeretői száma, hát nem mindegy. Gyűlölöm. Nem hiszem, nagyon jól dolgozik. A tízes az érre tölt, úgy látszik, Sebastian valóban jól értesült. Ez minden mondani valója. Törölj el a könnyét, nem illik magához. Vagy legalábbis tartalékolja hasznosabb célra.